Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Az interneten egyre több helyen olvashatjuk, hogy jön az apokalipszis, mert jön a Covid műszaki második hulláma. Ugye a vírus helyzet alatt nem volt kötelező elvinni az autót vizsgáztatni, viszont amikor lejárt ez az úgymond kedvezmény, akkor sokan tömegével vitték el az autójukat, ez történt 2022-ben, és most ugyanúgy tömegével járt le az ő műszaki vizsgájuk. Tehát mire is lehet számítani a vizsgálomásokon? Mit lehet tenni, hogy elkerüljük ezt a hullámot? Leposa Zsolttal fogunk beszélgetni. Vendégünk Leposa Zsolt, aki 28 évig üzemeltetett vizsgabázist. Szerintem most már nem nagyon van olyan autós ember, aki ne találkozott volna a Covid műszaki fogalmával, de légy szíves pár mondatban helyez már minket képbe, hogy mi az a Covid műszaki. Igen, hát az a Covid műszaki, hogy ugye 2019-ben, mikor bejött a járvány, akkor elrendeltek egy vészhelyzetet. A vészhelyzettel ugye megszüntették azt, hogy az állampolgárok bemenjenek kormányhivatalokba, kormányablakokba, ugye a vírus terjedése miatt, és ekkor valamiért belevették azt is, hogy a műszaki vizsgáztatás is a lejáró okmányok közé esett, mint személyigazolvány, mint lakcímkártya, mint bármi ilyen. Ez nagyon furcsa, hiszen hogyha én elmegyek műszakiztatni az autómat, nyilván ott kontaktálok a műszaki vizsgabázisnak a szakembereivel, de nem kell utána okmányirodába mennem és hasonlókba, hanem csak megkapom. Hát azért elég sok esetben okmányirodába is kellett menni, hogy egy műszaki vizsga után, ha elírása bármi olyan történik. Valóban furcsa volt ez, hogy ezt meghozták, de meghozták ezt a döntést, ezzel ugye együtt kell élni, és akkor itt kezdődött egy időszak ugye 2019 novemberétől, utána 20 márciusáig tartott, akkor egy kicsit ezt lefújták, hogy akkor elmúlt a Covid, aztán 3 hónapig megint meg volt nyitva minden, majd utána megint elindult ugye a nyár, amikor megkezdődött, akkor újra elrendelték. Ugye itt volt 2 év, ebből a 2 évből is volt 3 hónap, amikor viszont kellett vinni, ez egy totális káosz alakult ki. Abba az időben ugye ez mindenkinek egy ilyen könnyítés volt, hanyat dőlt, használta az autóját, a műszaki vizsgával nem kellett foglalkozni, a szervizzel annyira nem kellett, úgy voltak vele, hogy megy az autó. Sok ember van, aki ugye nem azért viszi szervizbe az autóját, mert valamilyen probléma van vele, hanem azért, mert közeleg a műszaki. Tehát, hogy ez igen, valamiféle rászorítás arra, hogy te vizsgáztasd az autót, hogy te szervizeltesd az autót, hogyha vizsgát akarsz. Hát így van, mert ez egy műszaki vizsgán, tényleg átnézik a világítóberendezéseket, fékeket, egyéb. Rá van kényszerítve az ember, hogy elvigye. Van, aki tudatosan viszi szervizbe, van, aki tényleg kényszerűségből vitte a szervizbe. Ugye itt kialakult ebbe a 2 évbe azért egy akkora darabszám, ami szinte kezelhetetlen volt, vagy hát ugye mindenki várta, hogy majd mi lesz a vége, és akkor itt jött el a vége, amikor megszüntették a vészhelyzetet, és azt mondták, hogy a moratórium lejárt, és hoztak egy dátumot, hogy addig le kell vizsgáztatni. Ez, igen. 22. június 30. Így van, 22. június 30, de ezt azért jóval előtte tudták már az emberek, de még itt is kivár mindenki a június hónapra. Ugye senki nem számolt azzal, hogy ez körülbelül 1 millió jármű volt abban az időszakban, aminek lejárt. Ugye 1400 vizsgálomás van Magyarországon, körülbelül 1400-1500, ami üzemel kijelölt vizsgálomásként. Itt kell ezeket levizsgáztatni. Ugye a hatósághoz sima időszakos vizsgával nem is tudsz menni, ott sincsen kapacitás, és hát azért ezek az állomások, ezek be voltak állva egy darabszámra, megfelelő személyzettel, ami nagyon nehéz kezelni ezzel a darabszámmal. Tehát ha jól értem, az emberek nagy része 22-ig legalábbis, 2 évig nem műszakiztatott, ez 930 ezer 1 millió autót érintett. Hogy hatott ez a vizsgálomásokra? Hát ez egy teljes... Történt bezárási hullám, amiatt, hogy kvázi munkanélkülévé váltak? Tehát, hogy mire elérkeztünk erre a káosz, mire elérkeztünk ez a káosz időszakhoz, kevesebb vizsgálomás működött, mint a Covid előtt? Hát sokkal nem. Annyira nagyon nagy bezárási hullám ezzel nem történt. Azért ez nem olyan volt, mint a vendéglátó egységek, mert aki külföldre vitte az autóját, meg vagy szeretett volna külföldre menni, vagy tényleg elvitte szervizre és levizsgáztatta, azért üzemelt egy ilyen fél kapacitással, megmenekültek, szóval nem volt ez a hullám, hogy bezártak volna az állomások. Tehát akkor nem, még csak azt sem fordult, hogy ez az 1 millió autó, ez kevesebb vizsgálomásra hullik rá. Nem. Ugye itt jött az, hogy mindenki tudta, hogy páros évben ugye meg fog történni újra ez a nyári időszak,
amikor az akkor levizsgázott autók egyszerre fognak lejárni. Ugye most mindenki mondja, hogy pánikkeltés van, meg hasonló, még nincsen pánikkeltés, mert nem most van a pánikkeltés, hanem majd ez egy két hónap múlva lesz. Szóval még mindig időben föl lehet készülni, és megnézni a forgalmi engedélyeket, és akinek tényleg 30 napnál korábban jár le, az már most kezdjen el időpontot foglalni, mert reális eséllyel, akkor még nagyobb várakozás nélkül ezt meg fogják tudni oldani. Már most is érezhető a leterheltség, de ez igazán majd júniusban lesz nagyon nagy probléma. Ugye amikor lejártak két éve is a vizsgák, akkor is senki nem számolt azzal, hogy nyári szabadságolások is vannak, a vizsgabiztosok is, a vizsgállomás üzemeltetői, az ott dolgozók, mindenki mikor szeretne szabadságra menni nyáron. Érthető okokból. Így van. Ezáltal kevesebb lesz az ember, több a jármű, megint egy ilyen feszültség lesz, mindenki várja majd a mentővet, hogy majd akkor lehessen adni hosszabbítást, meg akkor lehessen... Moratórium. Igen, igen. Egyelőre nem kapott senki ilyen információt. Ugye én már nem látok a belső dolgokba, de nem jutott el olyan információ, hogy lenne majd könnyítés, vagy esetleg kitolnák ezt, nem fogják. A vizsga lejár, az amelyik nappal lejár, onnantól kezdve az autó az vagy útvonalengedéllyel használható, vagy trélerrel vihető a műszaki vizsgára. Ez egy nagyon érdekes kérdést vett fel, hogy mostantól kezdve minden két évente lesz egy ilyen irgalmatlan roham az elkövetkező mondjuk 10-20 évben? Hát sajnos mindig lesz egy ilyen roham. Mindenki bízik abba, hogy ez csökken, de ez csak tudatosan lehetne csökkenteni. Én amikor abbahagytam ezt a dolgot, én akkor már felhívtam a figyelmét annak, akinek átadtam az állomást, hogy előre kéne gondolkozni, és ezeknek az állomásoknak, meg szervizeknek megvan az adatbázisa, hogy tudja értesíteni az ügyfeleket, és január-február hónapban érdemes lett volna előrehozni, és inkább elbukni 2-3 hónap vizsgát, de ezzel megkönnyíteni mindenki életét az állampolgárnak, aki a saját autóját hozza, a vizsgálomásoknak is, mert azért az egy uborka szezon ez a január-február, és akkor fel lehetett volna dolgozni ebből rengeteg járművet. Itt kellett volna egy komolyabb kommunikáció szerintem, ez nem történt meg, most megint jön az, hogy akkor mi lesz, hogy lesz, és azonnal kell a vizsga, mert a hétvégén utazni kell. Oké, ezt teheti az állampolgár, hogy egy kicsit előre gondolkodik, és a saját kényelme, valamint a műszaki a biztonsága érdekében mondjuk elenged 2-3 havi bizalmat. Igen. Mit tehetnek a vizsgaállomások? Egyáltalán feladatuk nekik bármit is tenni ezzel ellen, vagy az egyéni elbírálás kérdése is a bázisok részéről? Igen, nincsen semmiféle kötelezettség. Ugye itt van egy vizsgálati technológia, amit be kell tartani. Ezt ugye a hatóság ellenőrzi, ezt be kell tartatni a kint ugye, kijelölt állomásokkal. Nagyon nem tudnak itt, hogyha a hatóság részéről, illetve a vizsgálomások részéről egy olyan megállapodás hallgatólagos, vagy bármilyen megállapodás születne, és van, aki előre gondolkozna, és azt mondaná, hogy egy nyújtott munkarenddel, egy teljesen átdolgozott programozással azért lehetne enyhíteni ezen a problémán, mert nem mindegy, hogy most egy 7 órás munkarend, vagy 8 órában szeretnénk levizsgáztatni ezt a mennyiségűt, vagy esetleg két műszakot kialakítani erre az időszakra, akinek erre van lehetősége, nem minden állomás tudná ezt megcsinálni, ugye a személyzet, legalább 2-3 vizsgabiztos szükséges ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, kisegítő személyzet, ugye ez egy szezonális úgymond, erre felkészülni nagyon nehéz. Ez egy logisztikai kihívás a vizsgabázis számára. Így van, meg lehetne csinálni, még mindig nem késő, még mindig el lehetne azon gondolkozni, hogy hogyan. Kérdés, hogy ez most érdekük-e, nem érdekük, most az, hogy anyagilag mennyire fogja megérni, vagy nem fogja megérni, ezt ugye mindenki saját maga tudja eldönteni. Az biztos, hogy nagy könnyítés lenne, hogyha a munkaszervezéssel egy kicsit odafigyelnének az állomások, és azt mondanák, hogy akkor ezzel tudnak magukon is segíteni egy kicsit, meg a lejáró vizsgákon. Ha meg nem, akkor tényleg akkor marad a várakozás, és akkor a több hetes lesz. Pörgetni úgymond tudomásom szerint nem lehet, hiszen hatóságilag megszabott az, hogy meddig kell tartani egy szabványos műszaki vizsgálat. Hát ez a vizsgálati technológiának, hát ilyen 45 és 50 perc között van egy személyautónak ugye a... Ha minden rendben van. Ha minden rendben van, így van, ha megtalálják egybe az alvásszámot, ha megvan a vonórok, hogyha tényleg nincsen olyan hiba, ami egy kicsit csúsztatná. Ezt így kell számolni egy személyautón, ezt nem lehet lerövidíteni, ezt nem lehet 20 perc, ez nem lesz soha annyi. Ezt be kell tartani, ezt ellenőrzik, és tényleg így lehet egy autót alaposan megnézni, és
műszaki vizsgáztatni. Nem vagyok tisztában azzal, hogy jelenleg milyen nyitvatartással hivatali munkarendben, esetleg műszakos munkarendben üzemelnek-e a vizsgabázisok, de hogy a te tapasztalatod szerint, ugye tényleg benne voltam majdnem 30 évig ebben a szakmában, hogy ha minden klappol, akkor hány autó tud átmenni egészségesen egy nap alatt? Nálatok hány autó ment át egészségesen? Én azt mondom, hogy egészségesen olyan 30 autót tud levizsgáztatni egy vizsgálatban. Több sor párhuzamosan? Hát ez egy sor. Egy sor? Egy sor, így van. Körülbelül két vizsgabiztossal, két-három kiszolgáló személyzettel. Értető. Körülbelül ennyit. Ennyit 31 tud. Napon. Így van. Ez már azért egy kicsit nyújtottabb munkarenddel ebbe a COVID. Ez már egy megfeszítettebb, de ennyi, ezek a kapacitások. Nagyon érdekes kérdés szerintem, és nyilván erre most már konkrétan nincs rálátásod, de az első hullámban még benne voltál. Mennyit romlott az autók műszaki állapota azzal, hogy sokaknak még ez a kötelező felülvizsgálati hát az abban az időben azért észlelhető volt, hogy nem foglalkoztak az autókkal. Ugye egy kisebb rohadás, ami az első vizsgán, esetleg még csak egy felületi rozsda, azért az, hogyha két éven keresztül senki nem nézte meg, az már majdnem, hogy 4 év volt, mert ugye megnézték az autót, persze, és akkor utána kimaradt 2 év, a következő év vizsgánál már ott egy komolyabb olyan jellegű javítást igényel, ami nem biztos, hogy rentábilis, így nem feltétlen volt jó az autó. Ugye fékek, egyéb világító berendezések, aki elhanyagolja, annak már akkor nem egy izzó éget ki, hanem 3-4, szóval azért látszódott az autókon. Persze javult azóta a helyzet, ugye most már mindenki átesett a műszaki vizsgán, ami olyan autó volt, az kiesett. Ugye itt sokan abban bíztak, hogy majd mennyi autó ki fog esni ebből a 2 évből, és esetleg előbb levizsgáztatták, esetleg kivonták forgalomból, összetört vagy valami. Ez biztos, hogy megtörtént, ha megnéznénk, hogy abból a 1 millió autóból mennyi esett ki, biztos, hogy kiesett belőle, viszont jöttek helyette újak. Ugye 4 évvel ezelőtt átvett új autók, azok most fognak lejárni. Hiszen azok nekik is 4 év. Ezek az újonnan forgalomban jelzett igen, szalonautók. Külföldről között behozott autók is, amik esetleg honosítva lettek, mondjuk Németországban is 4 évet kapott, annak is most. Szóval kevesebb ez a szám nem lesz. Bízott benne mindenki, hogy majd kevesebb lesz, meg előre gondolkoznak az emberek, még ha előre is gondolkoztak egy jó páran, akkor is lesznek olyanok, akik beleesnek ebbe akaratokon kívül, mert valóban úgy vették meg az autójukat, hogy mondjuk 2020-ba vásárolta az autót, az nyár közepén 4 vadonat újat, az most fog lejárni. Annak eddig nem kellett ezen gondolkoznia, csak most szembesül vele, hogy hát én nyáron vettem át az autómat, és most le kell vizsgáztatni. Hát tekintve, hogy a magyar gépjárműpark átlag életkora most már bőven átlépte a 16 évet, nem lesz olyan soká, hogy ezek az autók majd talán mind kihullanak. Jó, mit tehet az, aki elkésett, milyen lehetőségei vannak, azon kívül, hogy vallásos elhitattal hívja a vizsgabázist, hogy léci. Most tényleg, hogyha ez a műsor lemegy, és most mindenki megnézi a forgalmi engedélyt, és aki teheti, az foglal egy időpontot, az már egy nagyon nagy segítség lesz neki, meg az állomásnak is, mert tudnak tervezni. Akinek nem tudja lefoglalni az időpontot, ha olyan állomásra tudja vinni, ahol tudják tárolni, le tudja tenni, akkor még oda viszi érvényes műszaki vizsgával lejár utána a vizsga, és úgy hozzá, hogy van rajta vizsga. Bocsánat, tudtam, hogy ha megvan az időpontom, és erről van egy igazolásom, akkor azt hiszem még 30 napig közlek. Ezt a műszaki vizsga igazolást a külső állomás jelen esetben nem adhatja ki, mert ugye ezért van a 30 nappal előbb, hogy el tud vinni műszaki vizsgára, hogy ne kelljen ilyen igazolást kiadni. Ezért van az, hogyha lejárna a műszaki vizsgád mondjuk május 31-én, akkor te azt már 30 nappal előtte el tudod vinni. Ugye május 2-án elviszed vizsgára, de ugyanúgy május 31-ig lesz érvényes a műszaki vizsgád. Nem buksz el egy napot se, erre van ez a 30 nap. Szóval nem kell megvárni, ezért ugye nem adható ki. Amikor volt ez a nagy káosz, akkor kaptak egy ilyen külön engedélyt az állomások, hogy be lehetett rögzíteni ezeket a járműveket, és ezért nem lett vége június végén ennek a Covidnak, hanem még kitolódott augusztus 20-ig, 25-ig, mert ott még lehetett adni egy igazolást, és akkor még lehetett nyerni egy kis időt. Nem tudjuk, hogy ez a lehetőség, ez most meg lesz-e, ezt én nem látom, nem is hallok róla, nem tudok, én nem egyeztetek már a hatósággal meg semmit. Hogyha nagyon nagy lenne a probléma, akkor lehet, hogy ehhez hozzá fognak megint nyúlni. Csak ez megint olyan, hogyha erről elkezdenek majd kommunikálni, akkor még van időnk, mert akkor majd még kérünk egy igazolást.
Igen, ez nem tudod eldönteni, hogy ez most olaj a tűzre, igen, vagy oltja a tűzre. De szerintem amúgy nem lenne logikus most még igazolásokat adni, mert tényleg itt van, előttünk állnak még azért a hónapok, és még meg lehetne lépni, ha nem hagyják az utolsó percre. Ami még illetve nagyon még érte... a bocsánat, még annyi, ha lejár a műszaki vizsgád, akkor még az okmányirodába egy útvonalengedélyt tudsz kérni, ami a lakhelyettől a szervizig vagy a vizsgálomásig érvényes, 3 napos, és azzal tudsz közlekedni. Egy utolsó kérdés a user oldalról. Ha lejárt a műszakim, és jogtalanul közlekedem az autómmal, milyen büntetésre számíthatok egy közúti ellenőrzésnél? Pénzbírságra. Most nem tudom a mértékét amúgy, mert ott is talán sávosan van megadva, hogy mikor járt le a vizsgád, de mindenféleképpen pénzbírsággal sújtják, hogyha érvénytelen ugye műszaki, ha meg baleset történik, akkor a felelősség biztosításod meg egyéb, az kérdés, hogy egyáltalán fog-e téríteni kárt, hogyha te okozol, vagy neked okoznak egy balesetet, és nem volt érvényes műszaki vizsgád, azért a biztosítók odafigyelnek mindenre, és ez is egy olyan ok, hogy nem biztos, hogy szerencsésen jön ki belőle az, aki vizsga nélkül megy. Érthető. Elmondtál néhány olyan ötletet, néhány olyan gondolatot, ami a vizsgabázisok megtehetnek azért, hogy úrrá legyenek a káoszon, amennyiben ez érdekükben áll. A környékeden működtető, vizsgabázis működtető szakembereknél látsz erre hajlandóságot? Vannak olyanok, ahol ezt meglépik? Nem tudok róla, nem is, de ezért mondtam, hogy nem is kommunikálunk ilyen dolgokról, én hozzám már nem jutnak ezek az információk, én sem nagyon érdeklődök, ez csak egy felvetés, én mondtam, hogyha valaki megkérdezné, hogy hogyan lehetne, így lehetne javítani a helyzeten, de hogy tette valaki ilyen lépést, nem nagyon tudok. Annak idején, amikor ez a Covid volt, talán a Magyar Autóklub volt, aki ezt kommunikálta is, és náluk ezt meglépték. De másról így nem tudtam, hogy csináltak volna ilyet. Zsolt, nagyon szépen köszönöm. És akár merre is mész tovább így a műszaki vizsgázatás után, ahhoz sok sikert kívánok. Aztán köszönöm szépen. Bízom benne, hogy egy darabig még kereshetünk ilyen kérdésekkel. Bármikor. Jó. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.